Reggel 8-tól este 8-ig várják a kiállítók az érdeklődőket a Vojvodina Sport és Üzletközpont épülete előtt. A virágpiacon mintegy 60 dísznövénykertész, fűszer és gyógynövénytermesztő kínálja termékeit. Rózsateveink vannak, abból van vágórózsánk, minirózsánk, talajtakaró rózsánk, fotórózsájaink, vannak magas törzsű rózsájaink, abból is van csüngőfajta, meg labdásfajta, labdásokban kisebb virág, nagyobb virág, meg vannak különböző örökzöld tujájaink, meg különböző bokorjaink. Ez a Novi Sad Dispensa előtti piac, hát ez nekünk a legerősebb, mondjuk rá, eladás piac. Különféle virágot hoztunk, inkább mondjuk rá ilyen lógos edényekbe, ami már nagyobbak, meg szebbek. Van, aki mondjuk rá kisebb növényeket termeli, mi jobban erre nagyobbakra szántuk rá magunkat. Úgyhogy van itt egy 20 féle virág, ami ettől a víkendtől talán ki is lehet most már tenni a teraszokra, vagy beültetni. A hagyományos virágpiacon a növénytermesztőkön kívül az élelmiszertermelők is kiállították termékeiket. A Bácskossuth falvai virág Csabáék csilipaprika termesztéssel foglalkoznak, és már negyedik éve vannak jelen az eseményen. Különböző, tehát csilipaprikából készült csatnikat, reliseket, csiliszószokat, őrleményeket, tehát minden, ami a csiliről szól. Az újvidéki virágpiacot idén már 18. éve szervezik meg. Tényleg sok kiállító érkezett, de a látogatók is nagy számban vannak. Már a kora reggeli óráktól kezdve vásárolnak, és szeretnek a szép időben itt lenni az újvidéki virágpiacon. Áprilisban még két további hétvégén nyílik meg a virágpiac, 15-én és 16-án, valamint 29-én és 30-án, tette hozzá a szervező.